Szóval mielőtt bárki felérti azt, hogy ez az egész hogy működik, akkor így leszögezném a legelején, hogy ez nem úgy működik, hogy én szeretnék 100 millió forintot, és akkor az a 100 millió forint az ide esik a kezembe. Sziasztok, fiúk és lányok! Üdv a csatornámon! Szóval ebben a videóban arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan tudjátok elengedni az olyan dolgokat, amiket nem tudtok változtatni. Mivel általában magamat ismerve nagyon sok ember azért nem boldog, vagy azért stresszel, mert egy olyan dolog jár a fejében, amit nem tud változtatni. És ezt szeretném így kiírtani, azt látom, hogy ilyeneken stresszelnek, hogy 25 éves vagyok, és még nincs lakásom, vagy nem 5-0-0-as az átlagom, vagy nincs autóm még, és már nem tudom, 5 éve van jogosítványom. Tehát, hogy egy kicsit az olyan dolgokat így elengedni, amik nem rajtad múlnak. Tehát nem aggódni azon, hogy kinek milyen van, meg kinek milyen nincs, hanem inkább azon aggódni, hogy hogyan tudok eljutni arra a dologra, amit én el szeretnék érni. Szóval két dolog van, amit én így használni szoktam a mindennapi életben, és ez egyébként jó mindenféle dologra, tehát apró dologra is, nagy dologra is, mindenféle stresszel, illetve problémával egybevéve. Szóval az első dolog, amit én így elmondok magamnak, amikor mondjuk így meglátok egy korombelit, nem tudom Teslát vezetni, és akkor eszembe jut, hogy egyébként én örülök, hogyha a büfében tudok venni egy 1000 forintos szendvicset, akkor arra gondolok, hogy igazából az élet az olyan, mint egy hullámvasút. Tehát az elején ugye beszállsz, és utána nem tudsz kiszállni. És az, hogy a hullámvasút az most felfele megy, vagy lefele, az egy olyan dolog, amin nem tudsz változtatni. Az egyetlen egy dolog, amin tudsz változtatni, az az, hogy élvezed-e azt a dolgot, amin éppen keresztül mész, tehát felfele vagy lefele mész, illetve, hogy mennyire panaszkodsz. Tehát most kétféle ember van, vagyok én, aki mondjuk panaszkodik, hogy nem vezeti a Teslát, oké? Meg van mondjuk egy ugyanolyan ember, mint én, aki pedig boldog, mert mit tudom én, az élete munkájával foglalkozik, és tudja, hogy 10 éven belül lesz egy Teslája. Tehát mind a ketten ülünk a hullámvasútban, és ugye tegyük fel, hogy a hullámvasút jelenleg megy előrefele. Viszont ugye én azon problémázom, hogy miért nincs már egy Tesla a garázsbejáróban, egy ház a medencével. A mellettem ülő ember meg azt mondja, hogy ide figyelj, oké, lehet, hogy a másik mellettem ülő ember, ez érted, mit tudom én, kétszer olyan gyorsan megy ezzel a hullámvasúttal, mint én, viszont én legalább élvezem az életet. És ő tisztában van azzal, hogy lehet, hogy most nekem lefele megy a dolog, mert érted, az 1000 forintos szendvicset nem tudom megvenni, viszont annak az embernek, aki jelenleg a Teslát vezeti, annak most éppen fölfele megy ez a hullámvasút. Ugye a hullámvasútot mindenki el tudja képzelni, hogy hogy megy, egyszer fönt van, egyszer lent van. És ezért fontos az, hogy lehet, hogy a Teslás ember az most éppen fölfele süvít, nem tudom mennyi kilométer per órával, viszont ő is volt lent. Illetve ő is fog lemenni. És lehet, hogy amikor ő zuhan lefele, mert mondjuk a cége tönkrement, akkor lehet, hogy én, illetve a mellettem ülő ember, akik most az 1000 forintos szendvicset nem tudjuk megvenni, lehet, hogy akkor nekünk olyan fölfele fog menni az a hullámvasút, hogy nem mondj egy Teslát fogunk tudni venni, hanem kettőt. És nagyon ilyen materialista példát hoztam föl, csak azért, hogy jobban értsétek, illetve azért, hogy én is ezt jobban el tudjam magyarázni, de ez a lényege ennek a hullámvasútnak. Tehát egyszer fölfele megyünk, egyszer lefele. Egy, nem tudod, hogy, hogy a másik embernek miért van Teslája, igaz? Nem tudod, hogy miből. Lehet, hogy az apukája vette neki, lehet, hogy 13 éves kora óta dolgozott, és most gyűlt neki össze annyi, nem tudod. Illetve azt sem tudod, hogy mi lesz ezután. Tehát én nem láttam még olyan hullámvasutat, ami relatíve itt csak lefele menne, vagy csak fölfele. Persze vannak ezek az extrém kamikáze, amikor itt beülsz a csúszdába, és itt csak lefele megy, de pont azért hoztam föl a hullámvasutat példának, és nem a csúszdát, mert a hullámvasút az egy olyan dolog, ami igazából össze-vissza megy. Néha forog, mert a feje tetejére áll a világ, mert tegnap még volt munkád, ma meg mondjuk nincs. Néha egyenesen megy, mert igazából semmi nem történik az életedben, csak dolgozol hétfőtől péntekig, és a hétvégén meg pihensz. Van, amikor így össze-vissza megy, mert éppen azt se tudod, hogy hova menjél. Van, amikor fölfele megy, mert éppen most voltál életed nyaralásán, és minden tökéletes. És van, amikor lefele megy, amikor pedig úgy vagy vele, hogy oké, igazából munkám sincs, házam sincs, semmim nincs. Viszont sosem megy csak lefele, sosem megy csak felfele, sosem forog 0-24-ben, illetve sosem stagnál, tehát mindig változik.
És én mindig azt mondom, amikor valaki megkérdezi, hogy oké, de mit csinálok akkor, hogyha most már fél éve mentem lefele, akkor igazából arra fogsz gondolni, hogy innentől kezdve ez változik. Tehát vagy fölfele fogsz menni, vagy elkezdesz keringeni, mert lehet, hogy lesz egy jó napod, aztán egy rossz napod, illetve lehet, hogy stagnálni fogsz. Viszont nincs olyan, hogy te 10 éven keresztül lefele mész. És bármennyire is rossz, ezeket is túl kell élni, mert nem tudsz följutni a hullámvasúttal, hogyha nem vagy lent, hiszen honnan indulnál, ha nem lentről? A második dolog, amit pedig akkor szoktam használni, amikor egy olyan szituációval találkozom, amin én nem tudok változtatni, hogy én abban hiszek, hogy mindenki azt kapja, amit érdemel. És ezt azért mondom, mert hogyha valaki például a TikTokról jön, akkor valószínűleg tudja, hogy én így a karmában nagyon hiszek, például amikor valamilyen szakításon mentem keresztül, vagy ilyenek, akkor általában tudtam azt, hogy nem kell bosszút álljak úgymond senkin, mert majd a karma elintézi. De hogy ezt hogyan tudod a mindennapi életben használni? Tehát, tegyük fel, hogy te egyáltalán nem tudsz focizni, oké? És holnap reggel felkelsz, és azt mondod, hogy na ide figyelj, én most elkezdek mától focizni. Oké, tehát megfogod a labdát, felöltözöl, és kimész a kertbe. És elkezdesz focizni. Nyilván nem fog menni. Oké, tehát lehet, hogy tehetséges vagy, oké, de akkor se fogsz tudni Messi szintjén játszani az első nap. És tegyük fel, hogy te aznap, amikor elkezdesz focizni, aznap este azt mondod, hogy te elindulsz másnap a világbajnokságon. És elindulsz a világbajnokságon, és természetesen nem leszel sikeres. Utána azt mondod magadnak, hogy akkor te most, nem tudom, 10 évig edzeni fogsz minden egyes nap, és utána újra elindulsz a világbajnokságon. És 10 év után te sikeres leszel a világbajnokságon. Viszont amikor először elindultál, és nem sikerült, akkor valaki azt gondolja magáról, hogy azért nem sikerült, mert béna vagyok, és nem tudok focizni, és egyszerűen nem megy. Van, aki meg azt mondja, hogy oké, valószínűleg azért nem sikerült, mert nem gyakoroltam eleget. Vagy mert ez nem volt egy reális cél. Tehát hinni kell abban, hogy ami történik, az okkal történik, és van rá valami magyarázat. Na most én nem azt mondom, hogy minden egyes dolog, ami megtörténik veled, azt így meg tudom magyarázni, hogy ez ezért és azért történt meg. Viszont ugye az életben vannak olyan dolgok, amiket te tudsz változtatni, illetve vannak olyanok, amik nem. Tehát ha most reggel felkelsz, akkor el tudod dönteni, hogy mi lesz a reggelid, nyilván. Viszont kinézel az ablakon és szakad az eső, akkor nem tudod azt mondani, hogy oké, legyen napsütés, és nem fog hirtelen 7 ágra sütni a nap. Tehát vannak olyan dolgok, amiken tudsz változtatni, vannak olyanok, amiken viszont nem. És amikor valamit nem tudsz változtatni, akkor érdemes egyébként megnézni azt, hogy az a dolog, ami történt, azon tényleg nem tudsz változtatni, vagy egyszerűen azért nem ment, mert nem a te időd van még. Tehát az emberünk, aki elment a világbajnokságra egy nap foci után, ő gondolhatja azt, hogy azért nem sikerült, mert egy, amúgy tegnap óta focizom, 2, amúgy nem volt felszerelésem. Tehát olyan dolog, amiket ő tud változtatni, mert amikor elment 10 év múlva az emberünk, akkor meg profi lett. Miért? Mert gyakorolt, mert beleinvestált a különböző sportfelszerelésekbe, pont. Vagy gondolhatja azt is, hogy azért nem sikerült, mert mondjuk az ellenfele Messi volt, aki ellen nyilván, ha te 10 évig focizol, sem biztos, hogy sikerül kiállnod. Vagy lehet, hogy rossz volt az idő, és emiatt csúszós volt a pálya. Ezek ugye olyan dolgok, amikről ő nem tud változtatni. Ő nem tudja megmondani, hogy ki legyen az ellenfele, ő nem tudja megmondani, hogy milyen legyen az időjárás. Viszont sokszor az emberek azt hiszik, hogy valami azért nem sikerül, mert egyszerűen bénák vagyunk. És nagyon sokszor azért nem sikerül, mert még nem vagy ott, hogy neked ez sikerüljön. Tehát egy olyan ember, aki egy napja focizik, miért nyerjen világkupát, amikor annak kéne nyernie, aki 10 éve focizik. És amikor 10 éve focizik, akkor megnyeri, mert akkor ügyes, mert akkor tehetséges, viszont aki, érted, aki egy napja, tehát az nem lenne fair. És az élet sajnos nagyon sokszor nem fair, viszont 99%-ban az emberek, amikor csalódnak, akkor azt hiszik, hogy azért csalódnak, mert buták, nem megy nekik valami, nem értenek hozzá, holott azért csalódnak, mert egy, még nem az ő idejük van itt, 2, nem is rajtuk múlt ez a dolog. Köszönöm szépen, hogy megnéztek ezt a videót, remélem, hogy hasznos volt, és remélem, hogy tudjátok vagy az első, vagy a második dolgot alkalmazni a mindennapi életetekben, akár az iskolában, akár otthon, akár a munkahelyen, bárhol.
Legyen nagyon szép napotok, remélem, hogy élvezetek az iskolát, találkozunk a következő videómban. Sziasztok!